Sziasztok, én Mia vagyok, és köszöntelek titeket itt a csatornámon. Ma egy őszi, szeptemberi elfújtakos videóval jöttem nektek, fogadjátok szeretettel. Most is, ahogy láthatjátok, azért összegyűlt egy jó pár dolog, hogy nem is húznám tovább az időt, és kezdem is az első termékkel. Szokásos kis Always egészségügyi betétem is elfogyott, ez a szenzitív változat, vagy ezt szoktam használni, vagy a Librest, mikor éppen melyik az akciós, én nagyon szeretem mindkettőt, mert teljes védelmet nyújt. Aztán elhasználtunk még egy ilyen 24 darabos pupszos Valesza WC-papírt, amiket én általában nem szoktam nektek mutatni, mert mindig kilököm ezeket a zacskókat, de most az egyszer meghagytam. Szeretjük, teszi a dolgát. Igazából akkor szoktam vásárolni az akciót, mert én ilyen WC-papírokkal nem igazán szeretek sokat költeni, mert hát sokáig nem tartanak. Ez a reálos mosókapszula is elhasználódott, amiben 15 darab van, és mivel mi egy héten egyszer mosunk ilyen nagyobb adagot, így 15 hétig elegendő, és mindössze 1000 és 1200 forint között van az ára, és ehhez képest hihetetlenül jó, mert nagyon szépen mos, nagyon szép fehérek a tőle a ruhák, mert ez most épp a fehér ruhákhoz való változat, és nagyon finom illata is van. Ez ilyen kettő az egyben, mosószer és öblítő, és már itt van a teli változat is. Ilyen kis kapszulák vannak benne, és ha kinyitom magát a dobozt, már érződik is, hogy milyen finom, kellemes illata van, és számomra ez most sokkal jobb, mint mondjuk a Persil. Lehet, hogy a színes ruhákhoz való változatot is kipróbálom, mert tényleg annyira jó, és tényleg nagyon-nagyon olcsó. Aztán, ha már az előbb a betétet emlegettem, akkor most itt van ugye maga a Libres is, ezúttal az éjszakai változat. Most ebből van egy újabb csomagolású, meg a maga betét is más, az sokkal-sokkal nagyobb, most azt próbálgatom. Aztán egy ilyen random kis papírzsebkendő, ilyen mandula teljes volt, hát ezt csak úgy ide tettem, de jó volt, tette a dolgát. Mondjuk az volt benne jó, hogy egy használattól, vagy egy fújástól nem használódott el, nem szakadt szét. Aztán, amivel még mindig találkozhatok szinte majdnem az összes ilyen elfogytakos videóban, az nem más, mint ez a Facel Intim törlőkendő, amiben 20 darab van, és rendesen át van itatva ezzel a, hát nem tudom, miben rakják ezzel, amitől ilyen nedves illatanyagot is tartalmaz, úgyhogy aki arra allergiás, vagy nem igazán szereti, lehet, hogy ez nem fog neki beválni. Én viszont szeretem, mert kellemes az illata, és egy plusz tisztaság érzetet hagy. Ebből van egy ilyen nagyon mini változat is, ilyen táskába bedobós, és az is megtalálható nálam. Aztán van itt egy ilyen Love Nature-ös energizáló aszlemosó, amiben majd egy másik videómban bővebben is fogok beszélni. Egyelőre annyit elmondanék, hogy nem igazán vált be. Aztán, ha már ilyen arcápolás, akkor egy Balea ultraszenzitív ilyen arclemosó vizet, tonikot is elhasználtam. Ezzel is majd egy másik videómban fogtok találkozni. Ez olyan meh kategória, jó is volt, meg nem is, úgy különösebben nem rajongok érte. Párom nagy nehezen elhasználta ezt a Nivea Men 24 órás sport változatú tusfürdőt. Az illata mondjuk nem rossz, ezért is maradt meg. Nagyon kellemes az illata, de valahogy ő nem szereti ezeket a kifejezetten férfiaknak való ilyen tusfürdőket, inkább használja azokat, amit én. Egyedül a Nivea Invisible deót szereti. Azt hiszem, annak is ilyen illata van, de egynek elment. Aztán van itt nekem egy ilyen krémem.
ez a Splat márkájú, amiben most egy ilyen duópak volt, egy fekete és egy fehér, ami mind a kettő fehérséget, friss leheletet és egészséges fogakat ígér. Leginkább ez a fekete lenne az, ami fog fehérítős, de ez egyáltalán nem fehérített. Ebben csak az volt a jó, hogy fekete színű volt a fogkrém. Különösebben nem is volt jó, de nem is volt rossz. Egy ilyen általános fogkrémnek mondanám. Viszont Rolandnak ez jobban bejött. Nekem viszont ez a mentol és nem jut eszembe a gyümölcsnek a neve. Málna, azt hiszem, változat, amivel csak az ízével nem voltam kibékülve, mert én nem igazán szeretem ezt a két ízt, vagy az ilyesfajta ízt kombinálni, viszont ez sokkal jobban tisztított és fehérített is. Én biztos, hogy egyiket se venném újra, mert én duópakban volt talán 1000 forint, de amúgy meg egy darab ilyen 2500, úgyhogy így megérte, de mivel ha az eredeti árát nézzük, nem az akciósat, elég drága, és ahhoz képest szerintem nem tud semmivel se többet, mint mondjuk egy 6-700 forintos fogkrém, én biztos, hogy nem fogom újra venni. Amit viszont igen, az a Solitite-nek ez a Hair Fixing narancsárga színű hajzseléje, ami az egyik kedvencem, ezzel is nagyon sok videómban találkozhattatok, úgyhogy erről sem fogok több információt elmondani, mert nem is tudnék, szeretem örök darab, ami szintén örök, az az Issanának ez a Power Ultra 5-ös erőségű hajhabja, aminek jócskán felment az ára, mert ilyen 300 forint volt, és most ilyen 550 forint. Hát nem tudom, hova emelnek még, mert lassan annyi lesz, mint mondjuk egy taft, vagy ilyesmi. Minden esetre én nagyon szeretem, és mindig csak ezt vásárolom újra, a kedvencem, szintén örök darab. Másik nagy kedvencem ugye a szokásos Tesco Proformulás 120 darabos vattakorong. Én mindig ezt használom, és szerintem ennél is fogok maradni. Szintén kedvenc Listerine Advanced White szájvize, mivel csak én használom itthon, így nekem nagyon sokáig elegendő ez a fél literes változat. Fogfehérítő hatással bír, viszont nem 2 hét alatt, hanem rendszeres használat mellett. Régebben sokkal erősebb volt az íze, most ilyen nagyon lecsökkentették, és ide is van írva, hogy ez ilyen mild, tehát ilyen enyhe ízhatású, nem az a erős, minden esetre a hatása az megmaradt. Mindenem változtattak a csomagoláson is, de tényleg amit ígér, azt még mindig betartja. Aztán mivel menjek tovább, van itt egy DM, denkmites marha epe szappan, ami nagyon olcsó, 200 forint és sok mindenre jó. Többek között a zsír, olaj, rózs, paradicsom, sárgarépa, tinta és vérfoltokat is kiszedi. Én vérfoltokra, illetve a smink ecsetek tisztítására használom, és ilyenek a ecseteim, makulátlanul megtisztítja őket, úgyhogy biztos, hogyha legközelebb DM-be járok, vagy 3-4-et veszek, mert elég gyorsan fogy. Sőt, van, amikor a fehér cipőimet is ezzel egy kicsit ándörzsölöm, ha nincs időm rendesen megtisztítani, de szeretném, hogy indulás előtt egy kicsit tisztában legyen, akkor is ehhez szoktam nyúlni. Akkor egy gyógyszer ajánlás, az Algoflex M-től, ez a fájdalom és görcsoldó. Ezt szoktam ugye használni, mostanában sajnos egyre gyengébbnek bizonyul, naponta akár 2-t is be kell vennem, de még mindig ez az, ami használ, de majd szeretnék mást is kipróbálni, és ha nem válik be, akkor maradok ennél. Most szinte csupa olyanokat mutatok nekek, amiket szerettem és beváltok. Ilyen ez a Oriflame-es Aktivál, ez a 48 órás deó, ami fekete és fehér ruhákhoz is jó, mert egyáltalán nem hagy foltot. Az illata is kellemes, nagyon visszafogott, enyhe, púderes, és ez még a 40 fokos melegben sem hagyott cserben, úgyhogy ez nálam mindig megtalálható. És amilyen árban most vannak a deók, elég kedvező is,
mert például azt hiszem múlt hónapban volt olyan, hogy egy áráért kettőt lehetett venni, tehát 1000 forintért kaptunk kettőt, illetve előtte lévő katalógusban meg ilyen 500-501 néhány forint volt, és nagyon sokáig elég, mert ugye elég naponta csak egyszer bekenni vele magunkat. Ha ismertek, akkor tudjátok, hogy én nem szeretem a testradírokat, viszont ez az Avon Naturals, ez a csokoládé illatú testradírja valami isteni volt. Hát ugye az illata az, ami mindent visz. Egyszerűen állandóan a csokit kívántam, amikor ezt használtam, úgyhogy azért nem is használtam, csak mondjuk egy héten egyszer. Sajnos ez már nem kapható, mert szerették volna rendelni, de már nem tudtam az illetőnek megrendelni, úgyhogy ez szerintem ennyi volt. De tényleg nagyon jó, nagyon szép puha is lett utána a bőröm, és bármilyen más testápolót használhattam utána, így is tökéletesen passzolt bármelyikhez, és amikor ezt használtam, akkor használtam ezt az Oriflame-es áfonyás tusfürdőt, aminek az illata inkább ilyen savanykás fanyar, és mivel ez egy ilyen hűsítő tusfürdő volt, nyáron használgattam el, és nyárára tökéletes volt, mert egy hosszú nap után ezzel lezuhanyoztam, lehűtött, és annyira kellemes érzés volt, hogy tényleg felfrissültem tőle testileg és lelkileg is, és ennek van egy testápoló változata is. Egyébként a testápoló nem volt nagy cucc, mert hát gyenge volt. Nyálára elment, így hogy többször kenegettem vele magamat napközben, de így télen, őszre nagyon-nagyon kevés lenne, úgyhogy ezt addig nem is fogom újra venni, még el nem jön a következő nyár, de tényleg ez nekem most ebben a nagy melegben nagyon sokat segített, mert tényleg nagyon jó volt, és itt mikor használata után így befeküdtem az ágyba, olyan jó érzés volt, olyan nyugtató érzés, úgyhogy nyárára próbáljátok ki száraz bőrre. De szerintem normálra is jó, szóval mindenkinek. És amikor ezt a testradírt és ezt a tusfürdőt használtam, vagy bármilyen más ilyen gyümölcsös tusfürdőt ehhez a csokis testradír hozna, akkor ütött be a krak, és mondtam, hogy nekem ennem kell valami csokit. Ha ti is ilyen csoki függők vagytok, ezt a kettőt, hogy ezt a két illatkombót ne próbáljátok ki, mert hát csoki evés lesz a vége. Ilyen eldobható, borotva is elfogyott, ez még a Rossmannak ez a Summer Exotic, vagy valami ilyesmi változatából van. Hát egyszer-kétszer tökéletesen lehet használni, nagyon szépen le lehet borotválni a szőrszálakat, viszont utána nem igazán jó. Úgyhogy én már ezt nem is használom, hanem a Vénusznak vettem meg ezt a cserélhető fejű borotváját, és az ezerszer jobb, mint ezek. Aztán, amit nagyon szerettem, és az ilyen maszkok közül ez a kedvencem, ez az a Hydro Booster ilyen maszk, amit hetente egyszer kell használni, 10-15 percig rajta hagyod az arcodon, és amit még nem szívod be a bőr, vagy belemasszírozod az arcodba, vagy a felesleget letöröd. Hát én egyáltalán nem töröltem le a felesleget, hanem inkább belemasszíroztam. Sőt, én úgy használom leginkább, hogy este a esti arcápolóm fölé egy borsonyit ebből teszek, és nem tudom miért, de ez mintha megkötné az egész előtte használt terméket, cuccot, amit az arcomra kenek, és sokkal jobb volt tőle a bőrömnek az érzete, még reggelre sem volt ez a húzódó érzet, hanem akkor is ilyen kellemes tapintású volt, úgyhogy én ezt biztos, hogy újra fogom venni. Kettő ilyen csomag van egyébként egy tasakban, vagy kettő ilyen van egy csomagban, és 250-300 forint, ha akciós, akkor még 150-170 forint, és hetekig lehet ezt használni, úgyhogy megéri ilyenre beruházni. Most egy zöld színű változata van,
talán az is ilyen vízhiányos, hogy nem tudom milyen bőrre való, de ez sokkal-sokkal jobb. Így a végére már csak pár darab smink terméken maradt. Az első egy szempilla göndörítő, amit a színszéről vásároltam meg, és ennek ez a gumi része, nem tudom mennyire látszik is, de már nagyon rossz állapotban van. A végén már a szempillámat nem göndörítette, hanem kiszedte. Próbáltam visszarakni a helyére, cserélni is benne ezt a gumi részt, de egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni, úgyhogy ezt sajnos ki kell, hogy dobjam. Szerencsére nem volt drága, de nem is volt jó. Egy darabig tudtam használni azért, de nem hosszú távon. Egy sminkszivacs is elhasználódott. Nem olyan sokáig használtam, de azért látszik, hogy elég rossz állapotban van. Ezt egy kínai boltban vettem, 300 forint volt, de ez látszik is, hogy még így is, hogy mennyire kemény, és akárhogy próbáltam tisztítani, egyszerűen nem tudtam makulátlanul megtisztítani az alapozótól. Viszont amit most használok, szivacsot, az is kínaiból való, ugyanabból a kínaiból, és ég is föld a kettő. Szerintem egy high-end kategóriájú szivacsal is felveszi a versenyt, mert víz nélkül is nagyon puha, és amikor bevízezem, tényleg kétszeresére dagad, isteni vele, felüdülés vele sminket készíteni, ezzel nem az volt. Aztán egy NYX Bare With Me, hát nem is tudom, színezett BB krém talán, annak mondhatnám, a Pale Light árnyalatban vásároltam meg, és sajnos nem tudtam rendesen kihasználni, nem azért, mert rossz volt, nagyon jó volt, a színe talán egy picit világosabb volt nekem, de simán tudtam ezt korrigálni, viszont elhasználtam egy olyan alapozó világosítására, azt hiszem Max Factor alapozó világosítására, amire kár volt, mert se a világosítás nem jött össze, és az alapozó sem bírta az arcom, úgyhogy ez tényleg pocsékba ment. Amit nagyon sajnálok, mert ilyen 1200 forintért jutottam hozzá, és nem tudom, hogy ennyiért fogok-e még ebből egyébként kapni, tehát ilyen áron, viszont amikor így önmagában használtam, akkor jó volt, mert egységesítette az arcbőrömet, volt is az arcomban valami, meg nem is, és nem is száradt tőle a bőröm. A tartóságát azt viszont már nem tudom, de azt tudom, hogy szerettem, mert elég jó érzés fog el vele a kapcsolatban. Kettő korrektort is sikerült elhasználnom, ami nagy szó, mert én az ilyen smink termékeket valamiért nehezebben használom el. Van itt egyszer egy Catrice Liquid kamuflás korrektorom. Milyen árnyalatban, azt megmondom, a 05-ös Light Natural árnyalatban, illetve egy Fit Me, ez nem tudom, a 10-es talán, és ha őszinte akarok lenni, hát egyik sem volt az igazi, de most már azt kell, hogy mondjam, hogy nem a korrektorok miatt, hanem szerintem az én szemem alatti része van valami, mert akár egy ilyen nagyon enyhe fedésű, akár egy olcsóbb, akár egy 10.000 forintos korrektort használok, ugyanúgy beleül, úgyhogy szerintem nálam nem stimmel valami, és nem a korrektorokkal van baj. De még így is azt mondom, hogy a Fit Me nekem sokkal jobb volt. Lehet, hogy egyszer majd még ezzel a Catrice-essel teszek egy próbát, viszont azt majd nem a szemem alatti területre fogom használni, hanem így alapozó helyet, és akkor hát ha úgy jobb, de így most azt mondom, hogy ez nem, a Fit Me viszont igen. És ezzel a két termékkel meg is mutattam mindent, amit most az utóbbi időben elhasználtam. Ha azt vettétek észre, hogy egy kicsit hadarok, akkor azt jól láttátok, ugyanis hát kb. Van egy 20 percem, hogy még lehet, hogy kevesebb is indulás előtt, mert én most délutánban megyek dolgozni, de már nagyon szerettem volna felvenni a videót, és biztos vagyok benne, hogy később is fog most ez kikerülni. De ha ennek ellenére is tetszett nektek, és hasznos volt
az én kis ajánlásom, akkor ne felejtsetek el lájkolni a videómat, feliratkozni a csatornámra, és hogyha nem akartok lemaradni a következő elfogytakos, illetve egyéb videóimról, tartalmaimról, akkor a kis csengő ikont se felejtsétek el bekapcsolni. Ezen kívül megtalálhatok már különböző közösségi média felületeken, Facebookon, Instán és TikTokon, és TikTokon most már sűrűbben vagyok fent, és van, hogy ott hamarabb osztok meg részletet, hogy mi várható itt YouTube-on, úgyhogy érdemes ott is követni. Van már lejátszási listám, a célját tudtok nézni, hogy mi az a téma, ami érdekel benneteket, és akkor ott az összes videómat meg tudjátok nézni. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!